Szóval a mai első videó az a Mihályfi Lucának a nikotin. Ti szoktatok hallgatni Mihályfi Lucát? Vagy hallottatok már tőle valamit, vagy ilyesmi? Melyik valaki? Na? Hát hall valaki ír cseten? Én fúj, nagyon szeretem. Na, örülök neki, hogy te szereted amúgy, és akkor mióta hallgatod amúgy? Szereted így Mihályfi Lucát? Persze, nagyon jó énekes. Hát akkor jó, akkor ez pont neked való, hallottam már ezt a zenét? Hallottam a nikotint, ez aztán most jött ki nemrég. Még nem, de jó lesz meghallgatni. Na, jó, oké, fasza, na, jó. Akkor hallgassuk meg együtt. Na, nézzük meg a Nikotin című Mihályfi Luca zenét. Várjál, már le van némítva, Pil. Na, kösz. School bus. Menjen, nincsenek ilyen sárga school buszok amúgy Magyarországon, érted? Szóval, hogy alapjáraton... Busszal, azt mondom, oké, mert én is jártam busszal, de ugye ez a sárga busz, ez annyira amerikai, tehát csak közül nincsen hozzá amúgy. Pedig amúgy esküdöm olyan menő. Ezt ki csinálta, várjál? Videó, Rádli, és akkor aha, itt a csapat. Kolorist, Rádli Bence. Amúgy tényleg nagyon szépek ezek a videóklipek, én nagyon élem ezeket. Megjön a legszebb lány az iskolában. Júj, és meglátja a focista fiút. Csak mondom, akinek ugyanaz a meze van, mi neki, amúgy csak mondom. Azt mondtad, haza akarsz vinni Budapestre. Próbálok eljönni. Tudod, az a lány, aki az osztályodban van, és akkor tudod, a menő lány, még ilyesmi, ő ki van tudod sminkelve, ő az ingét se úgy hordja, tudod, ahogy kell, hanem ki van gombolva félig, és akkor ide fel van kötve neki, meg minden, ő a menő csaj. És annyit látsz, hogy menne az óra, ide tanulnál, próbálnád az agyadba beszívni a sok okosságot, ő meg így, anya, ádapád, nekem is írkál. Érted, és így a terem közepén elkezd énekelni random magába, és akkor fogd már be! Tanulni szeretnék! De úgysem menne, tetszik neki a feneke, azt mondta, hogy finni. Az ágyban is tudjuk jól, hogy finomabb a martini. Tükő vagyok, csak ott érzem, mint a nikotin. Minden este velem megyek, mi is kiborít. Nikotin, nikotin, nikotin. Utoljára ezt, amikor így hallottam, hogy nikotin, amikor a buliból jössz kifele, és hát mennél ki tud így a cigizőbe, nem azért megy cigizni, nyilván, mert te okos vagy, de a többi, akik izé, jaj, nikotin, rohannak kifele, csak hogy a szervezetükben legyen a cucc, érted? Persze nekem ilyen három lány osztálytársam, és rühellem őket. Pedig ők a menők, őket kell felszedned. Na, őket szeressed, pont alkalmazkodjál, tudod? Mármint érted, hogy nem kell átrakulnod, csak csinálj úgy! Érted, szóval kis izé, mind game, tudod? Jaj, hogy 120 kg, akkor nem ilyen! Mindegy! Függő vagyok, csak ott érzem, mint a nikotin. Minden este velem megyek, mi is kívül. A srác, szóval, na, figyelj! Ez a srác nem elég! Hogy bárcsak a helyébe lehetné, mi persze, júj! Bárcsak, ú, de jó lenne hozzá törkölözni a Mihályfi Lucához. Ő még pénzt is kapott ezért. Pénzt, mondom. Este velem megyek, mi is kiborít. Nikotin. Lekasoltat ott annyira. Minden este veled, rohannék a háborúba, baby ellenfelek. Ma sem leszünk ártatlanok, ma sem leszünk jók. Mindig szúr a szemével, nem ördögtől való. Igen, mert bármilyen ugyanaz, akit tudtam. Kaptad, fiú! Nézek a szív, nincs benne a kéz, átesek a hot ponton. Tetszik neki a fenekem, azt mondta, hogy fini. Az ágyban is tudjuk jól, hogy fini. Nem goofy ez a fini. Na mindegy. Romabba martini. Függő vagyok, csak ott érzem, mint a nikotin. Minden este velem megyek, mégis kiborít. Na, fiú! Sok hal van még a vízben!
sok a retteg, letagadom, megint én tévesztek. Jaj, megvan! Te a nehezen adod magad, kislányka vagy most itt. Persze, amikor már egyszer törölköző beérted alatta a kis... dudorodik a törölköző alól, akkor bár persze, kis kockahas kín van, látod az ereket a kezén, akkor persze, fú, meg jó izzat, hogy így edzés után, és akkor fú, akkor kukolod. De persze, amikor oda adja neki a levet, hogy szia, nagyon tetszel nekem, mi lenne, hogy eljönnél velem egy randevúra, meghívnálak téged egy nagyon jó étterembe, én vinnélek el, állnám az egész éjszakát. Hopp, akkor pff, bele, dobod ki a faszba, de amikor meg ott a bad boy, full izzattan érted, mi van, te csöves? Akkor már kell lesz. Sajnos ez így működik. Új, akkor már kell, mi? Érzem, mint a nikotin. Minden este velem megyek, mégis kiborít. Nikotin, nikotin, nikotin. Wow! Állagos magyar iskola. Közük nincs hozzá. Érzem, mint a nikotin. Minden este velem megyek, mégis kiborít. Nikotin, nikotin, nikotin. Én már most látom a TikTok editeket, most hát nem editeket, az ilyen mémeket, hogy fú, neked mire van szükséged? Á, nekem egy házra. És neked mire van szükséged? Á, nekem egy nagyon jó szeretőre, egy párra, aki ott áll mindig mellettem. És neked mire van szükség? Á, most nagyon jó lenne egy kis kutya, aki ott lenne mellettem. És neked mire van szükséged? Nikotin! 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 Szerintem fixel lesznek ilyen TikTokok. Csak mondom, ezt előre, ezt most itt, most mondom, most, figyeld meg, hogy most láttad itt először, és majd később lesznek ilyen. Csak így szólok. Az biztos két darab kenyér közé rak be, és vége. Fú, bárcsak engem rakta két kenyér közé. Bárcsak engem rak, nézd rá, hogy mászik ott feléd. Jaj, a hoodie stuff, az fontos, hogy hoodie stuff. Azért játszotta a nagymenőt, jaj, nem kell lesz. De háttérben meg ízik kukkolt, érted a creepy, így azért nézi, hogy jó, ott látom a török között azért a kukkert, akkor azért jó, de amúgy neki párja van. És akkor azért csinálta ezt, hogy a háttér... Ja. Értem! Szóval kukkoló vagy, gyakorlatilag. Ezzel azt akarod mondani nekem. Hiába van egy szerető párod. Hiába van egy szerető párod. Aki érted minden nap hazavár, aki az ágyában vár téged, hogy aztán átölelhessen, miközben a kedvenc sorozatotokat nézi. Nézitek! Összerakott neked, érted, forró csokival epret, minden, hozott bort, ha nem szereted, akkor hozott másfajta alkoholt. Erre mit csinálsz? Erre mit csinálsz? Elkezdett kukkolni a srácot, aki tetszik. Azt mutatod neki, hogy nem tetszik amúgy. De a valóságban tudjuk, hogy mit akarsz ezzel a sráccal, amikor meglátod az izmos kockarsát, a nagy melleit, az izmos melleit, a nagy eres kezeit, amikor izzadtan ott ül egy szár faszban, meg törölközőben, az öltözőben. Tudjuk, hogy mit akarsz elcsinálni. Elvinni őt a hálószobába, hogy aztán majd szépen lassan bekenjed a testét még izzadsággal, ami róla csöpögött. De amúgy esküszöm, taps, amúgy esküszöm, tetszett. Már mint értem, a videóklip az többet elmondott nekem, mint a zenére figyeltem, arra az megmaradt, hogy nikotin, nikotin, nikotin. Oké, az megmaradt, de amúgy alapjáraton eskü jó volt. Én szétértem, főleg a videóklipet, nekem nagyon tetszett.